Két eddig veretlen csapat találkozott a női kézilabda MB2 délnyugati csoportjának 5. fordulójában. A sárga-feketében pályára lépő Peac az előző szezonban még egy osztállyal feljebb játszó Szekszárdot fogadta. A rangadót jobban kezdték a házigazdák, a 18. percben 4 góllal vezetett Papp László együttese. Aztán egy rossz széria következett, és a félidő végére kiegyenlítettek a vendégek. A nagy szünetre 16-16-os állásnál vonultak a csapatok. A második játékrész elején még fej-fej mellett haladt a két gárda, az utolsó negyed órában aztán a Tolna megyeiek a pécsiek fölé kerekedtek, és 4 góllal bizonyultak jobbnak. Ezzel a Szekszárd megőrizte, a Pécs viszont elveszítette veretlenségét. Sajnos nem csak a végé hibáztak, mert az a baj, hogy kapus teljesítmény is elmaradt az utolsó 5-6 percig, abban talán volt egy pár védésünk, ott egy kicsit ezzel stabilabb is lett a védekezés, csak addigra már annyira elástuk magunkat a támadásba, de nyilván ez csak a végjáték, az, hogy ezt az első fél időben nem tudtuk magunk javára fordítani, akár több góla is, az sajnos a ilyen hitehajlottság, görcsösség, az a baj, hogy nyilván tudtuk, hogy ez egy jó csapat, nyilván erre úgy is készültünk, de többször találkoztunk már egymásra, tehát ez nem lehetett nekünk egy nagy újdonság, sem a játékuk különben, sem a játékosoknak a tudása, vagy mit tudom, egy variációs lehetősége, de egyszerűen nem tudtunk ezzel élni. Tehát buta hibákat követtünk el védekezésbe az első fél időben, ott még azért legalább támadásban kevesebb volt a hiba, a másik fél időben pedig győztük magunkat alulmúlni támadásba, tehát olyan technikai hibák, hogy abszolút nem érdemeltünk, tehát játszhatunk el, szerintem 2 hétig akkor sem győzünk, de megmondom őszintén a mai játékunk alatt nem is érdemeltünk, de ez nagyon elszomorító, mert különben én azt gondolom, hogy ez semmivel sem jobb csapat, mert nekünk ezt illett volna bármilyen körülmények között a hazai pályán megnyerni. Úgy gondolom, hogy a védekezésünk az volt leginkább, ami nem állt össze, teljesen a kapus teljesítménnyel együtt. Nagyon sokat hibáztunk igazából támadásban is, sok eladott labda volt, és hát nagyon a tudásunk alatt teljesítettünk. Mindenképp meg kell nyerni minden meccset, és hát ugye a következő tavaszi szezonban is ott is mindent meg kell nyerni. A Szekszárd 10 ponttal továbbra is vezeti az MB2 délnyugati csoportját. A második helyen a szintén 10 pontos Albafehérvár KC áll, a Peac pedig 8 ponttal a harmadik a tabellán.